Szervusztok, jó napot kívánok! Teljesen szabálytalanul én szeretnék most köszönteni mindenkit, mert hogy az a helyzet, hogy én vagyok itthon. És ugye hát akkor mégiscsak én hagy mutassam már be azokat, akik eljöttek velem ma, hogy beszélgessünk itthon arról a könyvről, ami igyekszik hazatalálni. Ha megengeditek, mindenek előtt szeretném bemutatni Szilágyi Zsófia professzorasszonyt. Ő a népi irodalom nagy szakértője, és egy gyönyörű nagy Móricz monográfiát is írt, nem is olyan régen, sőt, nagyon sok Móricz kötet szerzője, és a Szegedi Egyetem tanszékvezetője is egyébként, és hát a nagyon kedves barátom, Szabó Balázs zenész. Ő a Szabó Balázs bandája, frontember, de ezt gondolom a nevéből ki lehetett találni. És hát az a helyzet, hogy akkor, hogy egy kicsit így otthon érezzük magunkat ebben a kastélyban, amit olyan ritkán, legalábbis én, az én emlékeim szerint valahogy olyan ritkán van ez nyitva, vagy olyan ritkán lehet ide bejönni, hogy egy kicsit itt otthon érezzük magunkat. Balázs a népzene felől indít, és akkor hozott egy kis muzsikát, és egy kicsit akkor most ezzel hangulatot keresünk. Legyen igaz az előttem szóló helyi lakosnak. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ha nem bánják, akkor átváltanék tegeződésbe, mert mégiscsak szerencsére messzire vagyunk nagyon nagy városoktól. Én is vidéki srácként, így gyerekként mindig városba akartam futni, szaladni és álmodni. Felnőttként meg talán vissza akartam ábrándozni oda, ahonnan nyitva kellett hagyni 4-kor a nagykaput, mert jöttek haza a tehenek, és az ember bezárt akkor. Szegények ott álltak, mint jó férje a kocsma után, várva a beengedést. És hát a Krisztiánnal való kötődésem és barátságom valahogy talán pont innen datálódik és kezdődik, hogy már az első találkozásunkkor ugyanazokon nevettünk, vagy ugyanazt a sztorit folytattuk kicsit máshogy. Úgyhogy nekem Szegvár és Tetétlen kicsit egy hasonló kavics alatt rejtező világ közepe. És hát már csak ezért is örültem, amikor megvolt ez a budapesti kötet bemutató, remélem nem árulok el ezzel titkot, mert volt. De ott nem voltak ennyien, és nem értették a szövegeket, meg a muzsikát sem, szörnyű volt. Túléltük, a hátsó bejáraton távoztunk sunnyogva, egy fekete Cadillac jött értünk, amit ökrök húztak természetesen. Szóval itt tudnám összefoglalni ezt röviden. És hát akkor a Krisztián elárult az első nagy nem létező poénomat, hogy akkor kezdjünk tényleg egészen a népi muzsika oldaláról. Moldvából következik két muzsika, hát nem egészen itt van, de legalább annyira mélyre vágnak a kerekek a sárba, mint itt. Úgyhogy Moldvából két muzsika. A rózsák, mi
kérdésem, Krisztián, vagy azon gondolkoztam el, hogy miért van az, hogy én most sokkal jobban izgulok, mint a Radnóti Színházban, pedig engem itt nem ismernek, de valahogy, hogy ne legyünk hülye pestiek, hogy ne... Miközben, hát itt most mindenki rögtön mondja, szóval, hogy én is ugye 8 éves korom óta Budapesten élek, de hát ettől függetlenül nem érzem magam pestinek még ma sem. Miközben az is egy érdekes dolog, hogy egy olyan részről jövök Újpestről, ami ugyanúgy a károlyiak, tehát itt is egy károlyi kastélyban vagyunk, ugye azt is egy károlyi gróf alapította. Szóval, hogyha én jobban izgulok, mint a Radnóti Színházban, akkor te hogy vagy ezzel? Szóval milyen ide visszahozni a valami népit? Én sokkal jobban izgulnék, hogyha nem lenne ilyen élő minden. Tehát, hogy mióta kislányunk van, azóta a szegvári kertekhez és a szegvári terekhez egészen más a viszonyunk, ugyanis az a helyzet, hogy mindenhova be kell kéreckedni, ahol állatot látunk. Úgyhogy egészen sok új szociális kapcsolatom van, és megvastagodott az arcomon a bőr, bárhova, bárkinek becsengetek és megkérdezem, hogy bejöhetünk-e megsimogatni ezt az adott állatot. Egy darabig örülnek, aztán néha fogy a türelem, de ez nekem nagyon fontos, hogy élő. Tehát, hogy nem valami távoli múlt. És ennek számomra egyébként pont az a hely egy ilyen nagyon fontos metaforája. Egyszer a anyuikkal meg a feleségemmel kalandoztunk itt a faluban, és kiderült, hogy akadályverseny van. És az akadályverseny különböző állomásait így mentünk mi is végig, mert olyan tetszett nekünk ez az egész. És a legvégén ide megérkeztünk, ez volt a végső állomás. Itt egy műveltségi tesztet kellett kitölteni, melyet én is megkaptam, hogy akkor töltsem ki. És az hetedik kérdés az volt, ki írta a Szegvári Bál című művet? A. Mikszát, B. Móricz, C. Grecsó. Elég jó társaság, tehát eleve ezzel indultam, ez így tetszett, így volna nekem ez az egész. A Szegvári Bál az nem egy önálló mű, hanem a Rózsa Sándor összemondja a szemöldökét című Móricz regénynek egy fejezete egyébként. Móriczot én az egyik legnagyobb magyar, ha nem a legnagyobb magyar írónak tartom, hatalmas idolom és ikonom, de azt el kell ismerni, hogy ez nem a legjobban sikerült regénye. Például a Bálteremről, ahol vagyunk, arról azt írja leírásképpen, ez most csak egy ilyen kitérő, majd próbáljanak követni, mert még lesz kettő, és akkor majd visszamegyünk előbb-utóbb a témához. Szóval azt írja a bálteremről, hogy képzeljenek el egy báltermet, éppen olyan, mint az összes többi. Azért ennél Móriczsnak voltak jobb hasonlatai, de azért a lényeg az, hogy valóban itt játszódik, tehát valóban itt játszódik. Szegény szegvári iskolások meg lettek vezetve, hát ugye mit tudtak, a háromból egy szegvári, ugyan kiírta volna a Szegvári Bálat, hanem az a nyomorult egy szegvári, úgyhogy mindenki behúzta, hogy C. 10 csapatból 10 rossz válasz. Mikor ezt nekem elmondták a drága pedagógus kollégák, akkor hazamentem és megírtam a Szegvári Bál című novellámat, úgyhogy most már a válasz helyes, tehát én is írtam egy ilyet, és ezt valahogy úgy komolyan is gondolom, hogy az egész, hogy én mondjuk nem jönnék elszármazottak találkozójára, mert nem vagyok elszármazott. Tehát, hogy hát én itt itthon vagyok, kérem szépen. És egyébként az a helyzet, hogy van egy komisz mondás, amit ahogy az ember úgy szívesen emleget, hogy senki se lehet proféta a saját hazájában. Hát én nem tudom eléggé megköszönni, hogy most maga önök ilyen sokan itt vannak, vagy hogy itt vagytok, ha szabad átvennem ezt. Nagyon-nagyon-nagyon hízelgő, köszönöm szépen. Egyszerre megállított a Kendergyár biztonsági őre, hogy szoktak ide jönni idegenek, azt a szót, hogy turisták, azt nem használta, de hogy idegenek jönnek, és kérdezgetik, hogy mi hol van. És hogy viszonylag tudok rá válaszolni, mondta az ember, de hogy egy dolgot, hogy a halott vizek hol vannak, azt nem tudom. És ugye itt kezdődik az, hogy egy csomó fiktív teret is belaktam természetesen. A halott vizek, azt én az áztató tóról mintáztam, hát itt mindenki tudja, hogy micsoda. Természetesen az ugye azért volt valami különös élmény gyerekként, hogy egy szigorúan tilos volt benne fürödni, és ezért mindenki fürdött benne, aki csak tehette. Ráadásul egy szabadon lévő termátó, tehát ugye eleve egy lehetetlen ügy az egész, ahova vastag fémcsirek lógnak be, amit természetesen végtelenül rozsdás drótkerítés vesz körül, halálosan veszélyes, tehát azt mert a mai feje azt mondja,
borzasztó. Azon egyensúlyozgattunk ott befelé, és én betontömbök vannak a tó olyan, tehát minden szempontból ideális a fürdésre. Az viszont a termál víz miatt, hogy ugye a folyatelemtől jött a forró víz, természetesen halak nem voltak benne, innen jutott eszembe, hogy halottak ezek a vizek, meg az áztatótó. És akkor ez az a környék, én ugye ott a Kinizsi telepen nőttem föl, és annak volt egy speciális aromája, ha finoman fogalmazunk, amikor még működött a kendergyár. Ugye, hogy ott az áztatótó, meg hogy ment ez az egész a hatalmas kenderföldekkel, kenderbogjákkal, és úgy néztek ki ugye a kenderbogják, mint valami indián sátrak, és azok az teljesen más kép nézett ki, mint egyébként a bogják. És hát ez a gyerekkor kerül elő ott folyamatosan, meg íródik meg. És mindig, amikor disznót vágtunk, és hát tudjátok, hogy a disznóvágás egyik legszebb, legnagyobb pillanata, megnézni, hány új vastag a szalonna. Ugye akkor lesz mit enni télen. Nagyapám ezt akkor is végtelen örömmel végezte, hogy hány új vastag a szalonna, amikor már nem ehetett szalonnát, de akkor is megnézte, jaj, de jó, ha lesz mit enni. És ott álltunk a zsírszakban, én bevallom, ugye a kamaszként nem annyira mindig örültem ennek, hogy én ott nekem ott kell állnom, meg hogy hajnalba kell kelni, meg ilyenek. És álltunk a zsírszakban, és örül ki a Hungária kávéházról mesélt, meg a mit tudom én. És nem, sosem értettem, hogy miért pont a disznóvágások alatt jut eszébe a Hungária kávéház. Milyen asszociáció segíti őt az egyikben a másikban. És aztán rájöttem, illetve hát ez az én teóriám nyilván, sajnos nem nyilván, de sajnos nem kérdeztem meg tőle, hogy a nagy dolgok. Tehát őnek a disznóvágás egy ünnep volt, és az ennek az ünnepen felöltöztette a lelkét, és olyan boldog volt, hogy akkor a szép történeteit is elővette. És ezek neki nem számítottak, hogy azok térben annyira más helyen vannak. Azok a szívében, a belső kamarában voltak, és kész. És neki egyáltalán nem ütött ki a kettő egy. Tehát most, hogy mondom, tulajdonképpen lehet, hogy sikerült neki Pesti polgárnak lennie. Na nem szabad. Dezsőfi Károly kivételezett ember ülhet az egykori saját kocsiján. Gondoskodhat a lovairól. Sanyika éppen most tudta meg tőle, ez mekkora dolog. Kiértek a Barattyosi határba, amikor a gazda elkezdett mesélni. Elővette egy lapos üveget a munkáskabátja zsebéből, meghúzta, és aztán mondta lassú, döcögös mondatokkal, hogy sose gondolta volna, egyszer hálás lesz a sorsnak, amiért ilyen neveletlen vadlovai vannak. Pontosabban voltak. Ő úgy szerette volna lovagoltatni az unokáit, de a fekete meg a ráró nem tűrte meg a hátán még a gyerekeket se. Csak ő tudta megülni őket. És az ételt sem fogadják el mástól, se a vizet. De most ez jól jön. Legalább a közelükbe mehet. Egyedül ő eteti a saját egykori lovait a TSZ istállójában. Sanyika bólogat. Annyit ért az egészből, hogy a gazda etetheti a lovait, és hogy ez neki jó. A fiú 44-es születésű, apró gyermek volt, amikor még voltak a házaknál lovak, vagy bármi patás. Mióta neki dolga van velük, csak tyúkok lézengenek a falusi portákon, az se sok. Talán akkor sem értené meg a dolgot, ha Dezsőfi Károly, egykori kulák, azt is elmesélné, hogyan rúgtosták meg a sztojka gyerekek a saját konyhája kövén. Ami igen kovész dolog volt, de később még az is jól jött. Mert így, hogy ő adta be először önként mindenét a TSC-be, jelentősen enyhült a kulágsága. Másnap elsantikált földi elvtárshoz a jövendőbeli TSZ-elnökhöz, aláírta a papírt, és a kulágság szinte megbocsátatott. Kegyelmes dolog ez, szokta mondani Dezsőfi Károly a feleségének, mert addig úgy hitte, ilyet csak az Úristen tud, de lám az elvtársak is fejlődnek. A napraforgók már lehajtották a fejüket, a kukorica sárgálik. Nem sokára törni kell. Az ártér sudár nyárfái zúgnak, csattognak a sárga levelek, pedig a bakon alig mozdul a levegő. Tarló következik, aszályos volt a nyár, már behordták a szénát a tető alá. A tarló mellett árok, tavasszal vájta a TSZ új markolója. Ne álljon a nép búzáján a víz, ha már a városi agronómus parancsára alaposra vetették. De az árok nagy hírrel volt. Kint volt csodálni a fél falu. 20 kubikus munkáját végezte a masina fél délután. Igaz, olyan lett, mint egy gödör. Lapos az alja. De legalább hamar megvolt.
Azóta kiharson belőle a gaz, nem gondozza senki. Most éppen egyforma magas az árok partján növő fűvel. A lovas kocsi lépésben szammog, a lovak néha szinte megállnak. Olyankor a gazda a leggyeplőért nyúl, de még hozzá se ér, a lovak lépnek párat. Szórakoznak vele, de az öreg hagyja. Nem sietnek sehová. Ismételgeti, ez a nap a Hámánkató szocista brigád nagylelkű felajánlására erre van számva. Ha hamarabb végeznek, ne adj Isten, még kapnak újabb feladatot. Kinek köll az? Sanyika bólogat. Ezt már érti. Senkinek se kell. Behozzák a cefrés hordót a Vangelt anya mellől, amit most úgy kell mondani Gorki DSZB épület, és mire beérnek vele, más önkéntes munkát már sajnos nem tudnak felajánlani. Alig néhány felhőcafat inog az égen, viadozik az őszi nap, de van még némi ereje. Sanyika évek múlva is úgy emlékszik, ő már egészen hamar meglátta, és sokáig nézte, bámulta, sőt, többször Dezsőfi Károlyra pillantott kérdőn, látja-e a letaposott csapást, ami az árok felé vezet, és az árokban azt a ballonkabátos hátat. Károly gazda úgy tett, mintha nem érezné a gyerek pillantását, és persze lehet, hogy tényleg nem vette észre. Kibírhatatlanul vontatott volt a tempó. A lovak is arra tekingettek, pegénpei pedig. A ló kíváncsi állat. Megrázták magukat, a jobb oldali az árok felől húzó nyerített is. Sanyika nem akarta elhinni, hogy egyszerűen elmennek mellette. Képtelenül közel, nevetségesen komótosan. Nem lehetett máshová nézni, csak a kabátra. A testfeje lóghatott, mert az nem látszott, csak a termetes, gyűrött barron kabát barnálott az árokban. Elnémult az őszi határ, mintha a varjak is féltek volna károgni, csönd lett, csak az araszoló kocsi tengelyi kordult ritkán. Nem akart elmúlni az egész, nem bírt, aztán a kabát végre eltűnt a fiú látóteréből. Ahogy túlhaladtak rajta, Sanyika még jobban megdermett. Szorította a saját térdét, nem mert sem erre se nézni, csak ült, mint feleltetés előtt, vagy mint akinek folyton a hátára sóznak, hogy görbe. Megkerültek a varjak, berobbant a károgás, gyakorolni kezdtek megint rajban a fecskék. Sanyika! A fiú nem fordult az öreg felé, de a válla rezzenése mutatta, jelezte, hogy hallja. Sanyika! Egyszerűen nem bírt Károly gazda felé fordulni. Sanyika! A fiú most nézett oda. Te gyerek, az nem földi elvtárs volt? Kérdezte az öreg. Sanyika megrántotta a vállát. Ember lehetett, felelte. Dezsőfi Károly elmosolyodott. Éles eszed van, fiam, még sokra viheted. Megfordultak az árok, és a mészántás szegélyezte keskeny földúton. Jóval hamarébb lett volna leszállni, és azt a néhány métert visszasétálni. Semmi értelme nem volt a komplikált és hosszadalmas manővernek, de Sanyika megint érezte, jobb, ha nem szól. Abból nem lehet baj. A lovak erőlködtek, megtolták farból az Y-kanyart, visszafelé azt a néhány lépést szinte már nem is húzták, egy pillanat alatt az árokban fekvő alakhoz értek. Az állatok maguktól megálltak, tudták, hová jöttek. Dezsőfi Károly köhintett egyet, és úgy fészkelődött, hogy nyikorogjon az elhanyagolt kocsi. Recsegett a bak, nyöszörgött a kocsirúd, az egész alkotmány. Sanyika oldalra nézett, a hangzavar tacára Dezsőfi Károly még a helyén ült. Csak most kezdett el kelletlenül, mintha emberesen fájna leereszkedni. Jajgatott, morgott, nyögött. Ahogy tett az árok felé egy lépést, visszanézett a gyerekre. Sanyika lepattant, ugrásból, és mindjárt az öreg mellé pördült. Úgy léptek együtt, mintha táncolnának. Ritmusra. Lassú, ütemű, kimért tánc volt ez. Közben Dezsőfi Károly krákogott, hörgött, köhécselt. Az árokban fekvő kabát alá néha bebekapott a szél. Ők ilyenkor ilyetten megtorpantak, de az alak nem mozdult. Sanyika elvétette a lépést, előrébb került, mint a gazda. Az öreg csak a kezével mutatta, hogy mintha jószágnak tenni, hoci, ő megy elől. A fiú vissza arra szólt. Károly gazda gumicsizmája alatt harsogott a lapú levél. Az öreg egyre szaporában vette a levegőt, nagyot sóhajtott, leereszkedett az árokba, és mielőtt a testhez nyúlt volna, visszanézett a fiúra.
Sanyika ösztönösen bólintott. A gazda is, mintha visszaköszönt volna, mintha indulnának valahová. Megfogta az áruban fekvő testet, a válla alá nyúlt és félig megfordította. A férfi hajolajtól összeállt haja egy tömbben leesett az arcára, mint valami féli leszakadt paróka. Borotvált arcán elkenődött a pálinkaszagú hányás. Dezső fikára köhintett egyet, aztán teljesen máshogyan, mint ahogy eddig a gyerekkel beszélt. Alázatos, fölszólult hangon azt kérdezte a részek télszelnök elvtárstól. Fölvi elvtárs, miért vagy te az áramban? Tudtam meg, hogy a régi sportszeleten egy olyan diszkoszvető volt látható, aki szeglári. Na most az a kérdésem lenne, hogy a kubikusokban a sportszeret lopás azt az élet hozta, vagy itt most egy motívumról beszélünk, és ez azért van, mert szegvári férfi volt a sportszeretem. De jó lenne, ha eszembe jutott volna, és sok rétegű műveltségem fitoktatásaképpen elmond. De én még megírhatom, hogy ezt az igen, természetesen, hogy ez nekem innen jutott eszembe. Hát hogy ne? Az a helyzet, hogy hát az most már elévült. Onnan jutott eszembe, hogy tényleg sportszeretet loptunk a boltból, tehát hogy nem túl költői. És akkor tudtad, hogy azon egy szegvári férfi van? Gyerekkorodban? Csak az ízekedvéért loptam. Semmilyen lokálpatriotizmus nem volt bennem, amikor ez megtörtént. Hát akkor ezt a kérdést, viszont nagyon szépen határozottan megválaszoltad, nem kalandoztál el, úgyhogy... Tovább is léphetünk, örülök, de maradnék még egy kicsit, és ez lehet, hogy hát ebből is viccelődhetünk, de ezen tényleg eltöprengtem, hogy ugye a kubikusok, tehát itt beszélünk, de írtózatosan nehéz munka volt. És azért itt tényleg ugye itt egymásra íródik az ő sorsuk, meg hát a te sorsod valamennyire, hogy ezen szoktál-e töprengeni, hogy mi van, ha korábban születsz, és mondjuk neked is kubikolni kell, mint a nagyapádnak, vagy neked is ott kell kapálni, vagy ott lenni a fóliasátorban. Tehát a szép dolog, hogy mondjuk Móricz leírja, hogy a kapa kasza rabságából átléptem a toll és papír rabságába, de azért aki próbálta ezeket a munkákat, az tudja, hogy ez tán mégsem ugyanolyan. Szóval szoktál ezen töprengeni, hogy itt milyen sorsok íródtak előtted, és hogy mi juthatott volna neked is, ha nem 76-ban születsz mondjuk, hanem hamarabb. Hogyne? Hát azért én a folyatelep és az üvegházak gyakori vendége voltam a 20-as éveim közepéig minden hétvégén. Tehát én nem az a fajta voltam, aki arra vágyott, hogy végre jöjjön haza a kollégiumból, hanem hogy végre mehessen vissza. Mert ott ugye csak lógtunk, tehát hogy az sokkal lazább volt, mint hétvégén, amikor dolgozni kellett. Az öcsém szokta emlegetni, nekem valahogy ennyire azért ez nem volt egy ilyen állandó fegyvertény, de apánk a folyában, ha ő is ott volt, akkor azért viszonylag gyakran emlegette a rossz jegyek után, hogy nem baj, fiam, nem kell tanulni, hát itt mindig van egy. Mondta a nagy pároson körbenézve, és hát akkoriban még nem úgy nézett ki, most nem olyan régen egy riportfilm miatt jártam kint a telepen, ott az Árpád TSZ, most már az Árpád TSZ-é, most majd űrállomáshoz hasonlít, de hogy akkor még egyáltalán nem hasonlított egy űrállomáshoz. Sőt. És hogy ebből én nagyon-nagyon vastagon kivettem a részem, és két dolgot tapasztaltam akkor, amit szerintem itt nem kell nekem olyan nagyon elmesélni, mert mindenki tudja. De alapvetően ugye, hogy belül nézetből ez hogy nézett ki. Hogy nekem egy nagyon-nagyon szabad lelkű álmodozó apám volt, aki úgy képzelte egy idő után, hogy ezekről az álmokról le lehet mondani. Ő ugye egy ilyen kicsit vagabund, hát ez a falubolondja figura volt, de a falubolondját jól értsétek, akit azért úgy szerettek is, meg helyenként néhol megmosolyogták, de tisztelték is, mikor, hogy szavaló versenyekre járt állandóan, minden létező módon igyekezett kilógni a sorból, és aztán egyszer csak fiatal felnőttként úgy döntött, hogy ezekről az álmokról lemond. Ezeket ő elengedi, és parasztember lesz. Na most, hogy is mondjam, ugye ezek a váltások nem így működnek. Láttam egyszer őt, ahogy megfogja ilyen nagyon gyengéden a paprikát. Tehát tudta szeretni a terményt. Volt hozzá köze, azt nem mondom, hogy nem, de megette a lelkét az, hogy ő így, ilyen könnyű szívvel lemondott a vágyairól, és nekem azért alapvetően ez egy örökségem volt. Tehát azt láthattam, hogyha valakiben ezek ott tombolnak, akkor ezek az ambíciók,
akkor hasznosak lehetnek, ha használja őket. Tanulásra akármire. De ha azt hiszi, hogy ezekről csak úgy le lehet mondani, akkor nagyon nagy a téved. Vagy legalábbis a mi családunkban így volt. És nekem ez azért mind a tanulásban, mind egyébben egy ilyen nagyon-nagyon erős lökést adott. És ugye nekem mindig jó lenne, mindig szoktam ezt mondani, ha járom az országot, hogy olyan jó lenne átemlékezni, és azt mondani, hogy hát a családban az írásbeliség hagyománya. Hát ugye Juszti mamám, akiről eboszokat zengek minden könyvben, és állandóan hivatkozok rá, aki az én példaképem, egész életében írt. És hogy hát lám, öröklődött, és akkor ez hogy... De hát titokban tette. Hát a Kinizsi telepen hogy merte volna ő azt bevallani? Hát ugye, ha ő azt elmondja, hogy ő írogat, hát a Justikám, hát nincs neked jobb dolgod, édes kis szívem. Hát ugye a kert meg úgy néz ki, ahogy. És hát valóban az én apai nagyszüleim angol kertészeti mintákat követték, tehát hagyták a természetességében élni a növényeket. Nem ez a nagyon rigorózus, örökké írtjuk a gazt. És hát én akkor tudtam meg, hogy ír, amikor megjelent az első verses kötetem. 1996-ban egy kis piros verses kötet, az volt a címe, hogy Vízelk a honvágyról. Óriási siker volt, 8 példány elkeltem belőle, tényleg hatalmasat indítottam. És mamának hazavittem, és akkor mama kinyitotta az ágynemű tartót. Hát, talán sokaknál volt így, hogy az ágynemű tartó nem az ágyneműre, hanem a kincsek, különböző kincsek voltak ott. És elővette a füzeteit, az önéletírását, a regényét, a verseit. Ugye az volt a logikája, hogyha a tehetsége öröklődni tudott, akkor talán neki is van. És akkor talán érdemes ezeket mégis megmutatni. És hát ha valaki olvasta a Mellettem elférsz című regényemet, akkor abban sok minden motivum ebből most ismerős lehet, csak én nem voltam olyan komisz, mint annak a főhőse. Mert én azonnal legépeltem ezt a szöveget, és hát talán emlékezhetnek rá, az akkori szegvári naplóban egyébként folytatásunkban jött a nagymamám életírása. Megszülettem egy kazal tövében, az volt a címe. Rangja lett. Hát a Kinizsi telepen ő volt az egyetlen vénasszony, aki publikálta a szegvári naplóban. Komoly tekintély volt, ezt kérem. És egyébként nem olyan régen a szegedi kollégák kigyűjtötték nekem az összeset, mert ugye a helytörténeti gyűjteményben megvan a szegvári napló összes száma, és most megvan, ideadták. Tehát nagyon szertágazóan lehetne ezeket az örökségeket akkor átemlékezni, vagy azt mondani, hogy ezek így vannak, meg úgy vannak, de alapvetően láttam én, hogy mit jelent az maradni, meg mit jelenthet akkor, ha nem találod a helyedet. Ha találod, mint a nagymamám találta, akkor ez a lehető legboldogabb sziget volt. Ha nem találod, mint az apám, akkor meg ugye nyilván, de még ez marha igazság, mert mindenütt így van, de mindegy, most ezt felejtsék el, hogy ezekbe belegondolhattam, meg folyton ott lebegett, tehát hogy ezek a vágyak irreális vágyak, vagy hogy ezek semmi realitásuk nincsen. Hát ha belegondolnak, ugye két verses kötettel indultam, a második is megbukott, de írtózatosan. És akkor ott álltam két verses kötet után, hogy ennek az ég adta világon semmi értelme. Tehát ezt abba is lehet hagyni, kérem. Ugye, tehát... És akkor jött a Pletykanyú, ami... Hát talán itt nem kell mondani, hogy nagyobbat szólt. Mondjuk például a múltkorában, hát ez nagyon vicces volt, amikor felkértek egy zsűrizésre, hogy az MTK szeretne új himnuszt, és hogy a himnusznak a szövegét megnézném el, és hogy döntsem el, hogy melyik a jó. Ez a Covid alatt volt, semmi munkám nem volt, mondom, hát én zsűrizek himnuszokat, hát akkor tessék küldeni. És föl is szakadt bennem azonnal, hogy apám őrülete volt az, hogy ő MTK drukker volt. Most ugye az úgy illik, hogy az ember hát olyan drukker, mint az apja, ugye? Tehát ez muszáj, hogy az úgy legyen. De én mindig kérdeztem apámat, hogy nem lehetnénk mi Fradi drukkerek, mint mindenki a faluban. És akkor miért akarsz te olyan lenni, mint a többiek? MTK drukkernek kell lenni. És akkor ez úgy amikor felhívtak, hogy de nem a Fraditól hívtak fel. Na. És akkor valahogy az élet, tehát az élet az mindig kikacsint ilyen történetekkel. Leszketés, ami elhasadt hitted az pedánsan összefor. Ugyan nincsenek kapcsok, helyek, rendek is. A
kedvek is csak vannak, mint egy halom só, de nincs sem ömlen, se vérrög már legbelül. Nyugton bőrözik a pörkölcs egy nagyon jó jel, a galambdúc már egy denevél szárny megfeszül. És ekkor mégis összeroskadsz vele, mikor hited szerint vagy a legerősebb éppen, s mint egy áztató tó kenderfoltos jegel, elrepedsz vonalban majd lassan ezer féleképpen, elrepedsz vonalban majd lassan ezer féleképpen. Tényleg akkor zárásképpen, hogy én egyszer kérdeztem egy ilyen helyzetben, csak ez annyira szegvárhoz kötődik, hogy hagyd meséljem ezt el, hogy egyszer végig szenvedtem egy másfél órás nyelvjárástan előadást. Többek között Gyermek-Amerika is végig szenvedte velem, de hát még voltunk ott páran. Másfél óráig kíméletlen hosszan beszéltek őrült unalmas dolgokról, majd a végén megkérdezte az előadó, hogy van-e kérdés. És kiderült, hogy nem úgy, mint itt, hogyha nincs, akkor mehetünk a dolgunkra, és hát nyitva vannak a vendéglátóhelyek ebben a gyönyörű faluban, hanem addig, amíg hallgató, nem, tanár nem kérdezhet, addig, amíg hallgató nem kérdez, onnan nem mozdulunk. Csikorogtak a percek, hosszan, nem mozdult semmit, felelés előtt, 2-3 perc dermedt, bődületes csönd. Akkor én nem bírtam tovább, felmentem a kezem, hogy hát elnézést, biztos nagy butaságot kérdezek, de én egy Szegvár nevű kis faluból jöttem, és hát olyan furcsa, hogy mi ével beszélünk, a szomszédos faluban, ahol közte nincs tisza meg semmi, és alig 8 kilométerre van Mincent, ott meg ővel beszélnek. Hát mi ennek az oka? Tanár úrnak ekkorára dagadt a pupillája, összecsapta a tenyerét, és azt mondta, éppen a szakterületem. Háromnegyed óráig válaszolt ezután. A többiek engem dobáltak papírgalacsinnal, micsoda pedálgép vagyok, ne aggódjanak. Erre most nem lesz itt precedens. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hihetetlenül megtiszteltek. Köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek. Minden jó. Közben lett egy kérdés műsoron kívül, ez már a ráadás, ne haragudjanak, akkor gyorsan. Tessék meg. Azt szeretném kérdezni, mivel nem tanítottam Krisztián. De egy tanárnő, azért így mindenféle helyettesítésen azért így találkoztunk azért. Nem emlékszem. Na mindegy, szóval azt akarom kérdezni, hogy érezte magát itt diákként. Nem kell 3-4 óra, csak már mert. Én szerintem nagyon jó közösség volt akkor, és rengeteg diák. Tehát ugye eleve az, hogy ha annyi gyerek van, akkor az nyilván teljesen más közösséget hoz létre. Pedagógusból is nagyon sok volt, és hát 27-28 fős osztályokból 3 évfolyamonként. És alsóban pedig, hát én Kovács tanítónéni osztályába jártam, 41-en voltunk. Én aztán végeztem tanítóképzőt, és a nemzet boldogulására, hála Istennek, sorsát tanítottam, de hogy a néhány gyakorlaton elképzeltem, hogy azt hogy lehetett csinálni olyan. Tehát 41 gyereket megtanítani, írni, olvasni a olajos padlós osztályban. Tehát, hogy, és az olajos padlót nem azért mondom, mintha bajom lett volna az olajos padlóval, csak hogy demonstráljam, hogy milyen hihetetlen sok eszköz állt rendelkezésére, a vetítőtől kezdve meg ilyenek. Nyilván nem volt semmi. Ez ugye a külső iskola ott kezdődik. Tehát én nagyon jó szívvel emlékszem, és nagyon hálás vagyok, és jó köröket futottam szerintem. Tehát, hogy én nem kellett se átemlékezni, se bármit, hogy azt mondjam, hogy nagyon szerettem itt. De szerintem a valódi viszonyok ezt igazolják. Tehát mind a tanáraimmal, a mostani viszonyom, mind a volt osztálytársakkal már, aki még szobál velem, azokkal mind jó a viszonyom. Tehát nem viccelem, mert nagyon szerettem. Tehát nem kell se átfesteni, se túlszínezni. Őszintén mondom. Köszönöm.